Talán nem mindenki tudja, hogy ki volt Remélik Sándor. Ő a két világháború közötti erdélyi magyar irodalom egyik csodálatos költője volt. Erdélyi költő fejedelemként emlegették. Mindössze 51 évet élt. 1890-től 1941-ig. Az én drága anyukám, aki a Felvidéken Somorján volt diáklány, még mondta az ő verseit. Valahogy az én generációmnak már kimaradt a tananyag.